A bíró szavába vágva próbálta megakadályozni stábunk munkáját a sikkasztással vádolt nő. Végül a bíró intette csendre. A rokkanyugdíjas vádlottnak még 2016-ban utalt tévedésből 82 ezer helyett 82 millió forintnyi eurót egy korábbi munkáltatója. A pénzt életjáradékként kapta havi folyósítással. A téves utalás után a nő többször hívta telefonon a cég könyvelője, SMS-eket és e-maileket írt neki. Ő első alkalommal meg is ígérte, hogy visszautalja a pénzt, ám két nappal később elérhetetlen lett. A 82 millió forintot viszont felvette egy bankban és szórni kezdte. Először egy luxus terepjárót vett, így nézett ki az autó, majd még egyet, amit azonnal a fia nevére íratott, az pedig ilyen volt. Az unokájáira pedig egy nyaralót vásárolt az ügyész szerint. A megszerzett ingóságokkal kapcsolatban most végig azt állított, hogy csak az első terepjárót vette a 82 millió forintból, a másikat és a nyaralót pedig hitelből és korábban összesporolt pénzből szerezte meg a család. Vette ezt az X6-ot, a másikat? Nem. A nő férjét tanúként idézték be. A férfi végig nevetgélve az ügyvédek asztalára támaszkodva tett vallomást, többször is ellentmondásba keveredett azzal kapcsolatban, amit a felesége mondott. Például, hogy a vádlott azt állította, 34 millió forintért vették az egyik luxus terepjárót, a férfi viszont csak nagyjából 10 millió forintnyi euróról beszélt. Mennyibe kerül ez a bérlet? Az ügyész végül arra kérte a bírót, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás vágyában mondja ki bűnösnek a 82 millió forintot eltevő nőt, és küldje hosszú évekre börtönbe. Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás büntetének a büntetési tétele 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés. A 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztésnél a középmérték 5 év. Én indítványozom, hogy a tisztelt bíróság szabadságvesztésnek a mértékét, azt a középmérték alatt állapítsa meg. A nő ügyvédje viszont azt kérte, hogy a vádat minősítse át a bíró sikkasztásról jogtalan eltulajdonításra, aminek a büntetési tétele sokkal kisebb. A kérést azzal indokolta, hogy a nő nem szándékosan jutott hozzá a 82 millió forinthoz, a bíró végül elfogadta az indokot. Ezért a bíróság a vádottat 1 év szabadságvesztésre ítéli, melynek végrehajtási fokozatát fogházban állapítja meg. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 2 évig próbaidőre felfüggeszti. A nőnek tehát nem kell börtönbe mennie, az okozott kárt viszont meg kell térítenie, ezért a két luxus terepjárót már nem kapja vissza. 90 ezer eurót, vagyis nagyjából 30 millió forintot viszont még vissza kell fizetnie. A nyaralót pedig megtarthatta, mert arról nem sikerült bizonyítani, hogy a tévesen átutalt 82 millió forintból vette.